Az értelmi sérültek Gyöngyház Egyesületének Ikladi Szederfa otthonában tartottak sajtótájékoztatót 2016. június 8-án az autistákat és a fogyatékossággal élő embereket ellátó civil közösségek számára kiírt 190 millió forintos támogatásról. A kormányzatnak határozott célja az, hogy a fogyatékossággal élő emberek életminősége tekintetében minden lehetséges eszközt vegyen igénybe, akár a családjukban vannak ezek az emberek, akár a szociális szolgáltatások valamelyike segíti őket. Azt gondoljuk, hogy a szolgáltatások tekintetében ezért tekintjük prioritással és fejlesztjük folyamatosan a támogató szolgálati rendszert, ezért van napirenden a nagy kiváltási program, a nagy intézmények lebontása és intézménytelenítése, és ezért fontos az, hogy a kis lakóközösségekben élő, fogyatékossággal élő emberek is segítséget kapjanak ahhoz, hogy biztonságban éljenek, és minden lehetséges eszközzel segítsük és támogassuk őket. A kormány ugye elfogadta tavaly az országos fogyatékosságügyi programot, amely 11 évre előre középtávon meghatározza az összes olyan intézkedést, amely a fogyatékossággal élő embereket segíti, nem csak a szociális területen, hanem valamennyi érintett területen, egészségügy, foglalkoztatás, köznevelés, tehát egy ágazat közi, középtávú fejlesztési koncepcióról van szó, és ennek a koncepciónak egy központi eleme a hozzáférési esélyek folyamatos javítása. Az a pályázat, amiről most szó van, ezt szolgálja. Tudjuk azt, hogy a önkormányzati, az állami és az egyházi fenntartóknak vannak olyan többlet lehetőségei financiális értelemben, amelyek az ő számukra segítséget nyújtanak a szolgáltatásaik működtetéséhez. Fontos ugyanakkor az is, hogy azok a civilek, alapítványok, egyesületek, azok a szülői közösségek nagyon sokszor ilyen kis civil intézmények így jöttek létre érintett szülők összefogásával, ők se maradjanak magukra, és fontos, hogy a szektorsemlegességnek legalább ezzel az eszközzel történő biztosítását megtegyük. A kormány számára fontos, hogy ezek a kis közösségek, ezek a kis lakóotthonok, ezek a kis intézmények is kapjanak lehetőséget arra, hogy az ebben élő fogyatékosok ne érezzék bizonytalanságot magukat. Ellátás, biztonság, az a szociális biztonságnak egy fontos eleme, és legalább ilyen fontos, hogy itt dolgozó szakemberek se úgy jöjjenek be dolgozni, hogy akkor jövő hónapban ki tudjuk-e fizetni mondjuk a gázszámlát. Cibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára azt is kiemelte, hogy a kormány 2011 óta biztosít folyamatos, mintegy 200 millió forintos pályázati támogatási forrást erre a célra, amelyet tavaly célzottabbá tettek, ezzel is elősegítve a kis civil intézmények biztonságos működtetését. A június 13-áig megpályázható kiegészítő támogatás fele-fele arányban oszlik majd meg az autistáknak és a fogyatékossággal élőknek segítő civil közösségek között. Pest megye 6-os számú választókerületében legalább 5 ilyen érintett intézmény működik. Az Ikladi Szederfa otthon mellett Kerepesen és Isaszegen, Gödöllőn pedig 2 ilyen intézmény is található, mondta el a sajtótájékoztatón Vécsei László, a választókerület országgyűlési képviselője. Ebben az 5 intézményben 150-200 különböző fogyatékkal élő lakó, illetve bejáró ember, személy található. És ha azt vesszük, hogy mindenki mögött családok állnak, családok, testvérek, szülők, nagyszülők, akkor elmondhatjuk, hogy csak ebben a mi kis választókerületünkben akár 1000 vagy több mint 1000 embert is közvetlen közelről érinthetnek ezek a valóban nagyon pozitív és jó hírek. A szülők, a családtagok és nagyon sok önkéntes segíti ezt a munkát. Nagyon örültem neki, hogy államtitkár úr beszámolójából vagy bejelentéséből kiderült az, hogy a kormány külön és nagy figyelmet fordít erre a területre,
mert igazgatóval történt beszélgetések során többször oda lyukadtunk ki, hogy a szülők, maga az alapítvány, az egyesület, civil szervezetek nem igazán képesek folyamatosan fönntartani a működést, hiszen bizonytalanok a források. Ez a bejelentés, ez most azt jelenti, bízom benne, hogy így lesz, hogy a Szeberfa Egyesület és a környék, a választókerület hasonló profilú intézménye is egy stabil, jó működés elé néznek az elkövetkező időben, hiszen látjuk, tudjuk, hogy mennyire fontos az a tevékenység, amit végeznek. Ez egy 100%-os támogatás működési költségekre, elég tág a felhasználási lehetőség, és egy 7 hónapos periódusra oszlik meg a támogatás felhasználása minden évben, és egy összegben kapjuk meg a támogatást, tehát ilyen ősz környékén a gyakorlat szerint. Minden évben pályázunk erre a forrásra. Én szerintem minden olyan intézmény, akik beleférnek a pályázati kiírásba, pályáznak, mert hogy a pályázati konstrukció is úgy néz ki, hogy először meg kell adnunk, hogy hány fő az, aki érinthet ebben a támogatásban, és a pályázati összeget akkor határozzák meg, amikor beérkezik az összes igény, és elosztják a rendelkezésre álló forrást a jogosult ellátottak számával. A mi szervezetünk körülbelül 8 millió forintnyi támogatást kapott a tavaly évben. Ez a, ha viszonyítjuk az állami normatíva összegéhez, akkor hát egy ilyen egyharmadnyi támogatási összeggel emelkedik az állami normatíva. A Szederfa otthonban most az a helyzet állt elő 2016-ra, hogy gyakorlatilag a minden ellátott jogosult erre a támogatásra, vagy az autizmus érintettsége miatt, vagy pedig a súlyos halmozott fogyatékossága miatt, ez 28 főt jelent, nappali és lakó otthon együtt. Hogyan tudjuk a lehetőséget biztosítani arra a gyermekeink számára, hogy képességeikhez mérten boldog és produktív, értelmes, értékes életük legyen valamilyen közösségben, és ki fog erről gondolkodni akkor, ha már mi nem tudjuk segíteni őket. Szerintem hasonló gondolatok mentén jöttek létre azok a civil szervezetek, akik speciális ellátást nyújtanak autizmussal élő személyek számára, ami különös és speciális felkészültséget és szaktudást igényel, és az ellátottaknak a megnövekedett támogatási szükséglete az azt jelenti, hogy finanszírozásban is másként kell gondolkodni vele, és ezen intézmények a mai napig nem tudnak mindenki számára ellátást nyújtani, ezért különös jelentősége van annak, hogy az ő működésük az biztonságos és kiszámítható, és ez a kiegészítő támogatás ebben jelent nagyon nagy segítséget a szervezetek számára. Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke hangsúlyozta, 2002 óta több mint 8-szorosára nőtt az autista személyek száma Magyarországon. Emiatt a finanszírozási támogatás mellett az államtitkárság és az érdekképviseletek közötti intenzív szakmai párbeszéd is kiemelt jelentőségű. Szeretnék tovább folytatni ezt a szakmai párbeszédet, ezt a dialógust az érdekképviseletekkel, ennek megfelelően, ahogy az elmúlt években, jövőre is emelkedik a nagy országos fogyatékosügyi érdekképviseleti érdekvédelmi szervezeteknek a nominális költségvetési támogatása, kb. 40 millió forinttal összességében. És a másik fontos bejelenteni való pedig az, hogy a fogyatékosságügyi területen egy június végén áll fel a fogyatékosügyi szakmai kollégium, amely a minisztériumnak, az ágazat irányításnak a javaslattevő döntéselőkészítésben irányelvekkel és különböző koncepcionális javaslatokkal segítséget biztosító testülete. Azt gondoljuk, hogy ez a testület, a szakmai kollégium, az OFT, amely a fogyatékosügyi tanács, amely a civil kontrollja a fogyatékosügyi politikáknak, a harmadik pedig, hogy a tavaly létrehozott fogyatékosügyi tárcaközi bizottság együtt fogja tudni azt a folyamatos és intenzív egyeztetési, koordinatív környezetet, dialógust biztosítani a tárca számára, amely hozzá fog ahhoz járulni, hogy a fogyatékosok életminősége szempontjából meghatározó és eredményes javaslatok tudnak kerülni a kormány asztalára.